kedves barátaim! Néhány előzetes megjegyzést tennék, mielőtt a címet én is kaptam, a feladatot kaptam, de ehhez hozzáfognék a feladat megoldásához. Mivel magam, bár holnapi nap lesz elsősorban az Amoris Laetitia anyagról szó, egy pár dolgot hadd mondjak el. Szeretném arra biztatni azokat, akik esetleg nem így tették, hogy az Amoris Laetitiát úgy vegyük kézbe, hogy mindig párban olvassuk részben az Evangelii Gaudiummal, mert Ferenc pápának megérteni a gondolatát egyik a másikból következik. A másik természetesen, hogy az Amoris Laetitiához ajánlatos a szinódusnak is elolvasnunk az anyagát. Túl ezen, aki egy kicsikét a szélesebb tájékozódásra is vállalkozik, azoknak még hadd ajánljak az egyébként bőven található könyvekből egy párat a figyelmébe. Az egyik Szabó Ferenc atyának a kötete, amely végigköveti egészen a szinódus végéig az elmúlt, mondjuk talán a II. Vatikáni zsinattól elsősorban a folyamatot, ezért egy rendkívül komoly áttekintést ad. Néhol egy kicsit meghökkentőek a vatikáni szavazási rejtelmekről is ír, azok nem biztos, hogy benne kéne legyenek a könyvben, de a lényege azért mégiscsak itt van. És végül két kötet, az egyik Walter Kasper érsek atyának a könyve, őt kérte meg annak idején a Szent Atya, hogy egy előzetes kötetet írjon. Elsősorban az egyik hangsúlyos kérdésről az újraházasodottaknak az evangelizálásával kapcsolatban, másrészt pedig Ennio Antonellinek, szintén ebben a tárgykörben írt könyve, a házasság válsága és az eukarisztia. Én ezeket csak azért hoztam el, hogy felhívjam arra a figyelmet, amelyek oly fontosak, hogy tájékozódjunk. Sokszor tapasztalom keresztény barátaimnál, hogy beszélnek róla, de nem is biztos, hogy olvasták. Másrészt aztán ezen túl is talán még egy-két megjegyzést tennék. Az egyik, mindez, amiről beszélni fogunk, illetve ezek a kötetek nem anulálják annak a szükségességét, hogy egyrészt a katekizmust, másrészt akár még a 80-as években született családjogi kártát ma ne tekintsük ugyanolyan fontosnak, és végül egy újabb kincses bánya maradt továbbra is, a Szent II. János Pálnak a testteológiája. Tehát én arra a remélt igényességre hívnám kedves barátaimat, hogy olvassuk keresztény értelmiségiként ezeket a munkákat, mert szükséges. Nem csak egy-két előadás erejéig érdemes, és kell ezekkel foglalkoznunk. Most a továbbiakban, ha megengedik, én hadd mondjam el, hogy mivel nekem is korlátos az időm, ezért egy ilyen fekete-fehér kép lesz, amit látni fognak. Nyilvánvaló ezek egyszerűsítések. Másrészt nem a perma, hanem az elmúlt két évtizednek a viszonyaiban próbálom, a kor viszonyaiban bemutatni a dolgokat. Az egyik, amit én sarkosabban fogalmaznék, hogy ma Európa erkölcsi és intellektuális válságban van, ez egy antropológiai válság. Ennek a mélyén az húzódik meg. Kevesebb a szolidaritás, nagyobb az individualizálódás, szekularizálódott, elvilágosodott Európa. Ennek olyan hatásait éljük meg, amelyek a következőkben érhetők tetten. Erkölcsi relativizmusban szenved a mai európai, euróamerikai világ. Egyrészt tagadják sokan a természetes erkölcsi törvényt és az objektív jót, vagy akár el is utasítják. A posztmodern világban sokszor annyiféle igazságról szólunk, ahány ember van, pedig Arisztotelész még úgy gondolta, hogy létezik objektív igazság. A liberális szubjektivizmus az az individuum szabadságát hangsúlyozza, ezért aztán ez a szubjektivizmus
az egyoldalúan megélt egyéni szabadsággal szembehaladó világot képzel el, leegyszerűsítve szabadságrend nélkül. Tehát a jogok mellett a kötelességek nem jelennek meg. Ez egy haszonelvű és egocentrikus világ. Mit jelent ez a házasságra, családra vonatkozóan? Hát egyrészt szokták taglalni a házas élet válságát. Hadd legyek újra kitérő módon, amit többször itt már mondhattam. Fenntartom, hogy nem a család intézménye van válságban, hanem a társadalom válság jelenségei hatnak a családra is. Ezt azért akarom újra és újra elmondani, mert mindig keserűen olvasom a pápai meg a hazai egyházi dokumentumokba, ha a család élet válságáról szól. Senki nem tagadhatja a válások, és nem sorolom ezeket a jelenségeket, viszonyait, de értsük meg, hogy egy rosszul működő családnál, paradox vagy nem, csak a jól működő család lehet jobb és a megoldás. Nos, minden esetre a házastársi élet válságba került. Itt a genderizmustól, az azonos neműek párkapcsolatától kezdve nagyon sok mindenről lehetne szólni, idő hiányába csak röviden. Átrendeződött a család fogalma, gyakran ez ilyen ágyra járó világ, és nem is feltétlenül a rosszokból, hanem mert túlterhelt szülők esetében nagyon sokszor éljük meg, hogy csak, hát tulajdonképpen szinte hálni járnak haza, illetve előtte még a villanypásztor előtt ülnek egy időt. Hat a genderizmus, ahogy hallottuk a számokat, hiszen én most számokkal nem készültem, mert még ha megtudtam, hogy Spéder Zsolt után fogok szólni, akkor én már inkább ilyen típusú dolgokra hegyeztem ki a mondandómat. Zuhant a termékenységi ráta, és végül gyakran mondjuk, hogy egy apátlan családi világban, apátlan nemzedékek nőnek fel, ahol nincs szeretetteljes légkör, és visszaszorul az apa szerep. Magyar társadalmunk. Én visszatérően Bogár Laci barátomékkal írt anyagainkra négy okát szeretném újra hangsúlyozni a mai antropológiai hazai válságnak. Az egyik, hogy megroppant a nemzet spirituális talapzata. Kinek mit üzen az a szó, hogy haza, nemzet? Másik a népesedési potenciálnak a hanyatlása. Harmadlagosan a testi-lelki egészségnek a Kopmári által és mások által taglalt romlása, és végül a generációk közötti szolidaritás, vagy a társadalmi réteg közötti szolidaritásnak a helyzete. Ennek aztán a soroltak a következményei, amiből én itt most csak egy dolgot, a túlpártosodottságot, a szekértábor mentalitást emelem ki. Boldogan nemzetekben civil társadalomból épülnek fel a pártok, és a civil társadalom ki tudja egyensúlyozni a pártoknak a túlbúrjánzását. Magyarországon egy pártokrácia van, tovább erősítendő a civil társadalom, és nagyon is hangsúlyosan tegyük hozzá, a keresztény történelmi egyházaknak az értékformáló szerepének a erőteljes növekedésére lenne ahhoz szükség, hogy ez a túlpártosodottság csökkenjen. Mi jellemző az ifjúságra? Még egyszer, nagyon mindig fekete-fehér képet, semmifajta, hogy mondjam, differenciáltságra nincs mód. Természetesen itt is fokozódó individualizmus, társadalmi szempontból is egy erőteljes szegmentálódás, tehát mondjuk jobb módú és szegényebb között, de ugyanez jellemző a kulturális szakadás is, hiszen az egyetemet végzett internethez hozzáférő fiatalok mellett igenis vannak olyanok, akiknek nem csak hogy a képzettsége alacsonyabb, hanem nem jutnak hozzá az elektronikus kultúra lehetőségeihez sem. Másrészt azelőtt együtt jártak el szórakozni a fiatalok, ma pedig nagyon sokszor magányos zárványlétben élnek, ami elsősorban nem is csak azt jelenti, hogy interneten virtuális kapcsolatokat képzelnek el, amelyek
nem valódi kapcsolatok, hanem ezen túl nagyon sok magányos fiatal van. Kevesekre jellemző, most a posztmodernitás alatt én a közösségi és egyéb gondolatokra gondolok, sokkal inkább a materiális fogyasztói logikák jellemzik ezeket a fiatalokat. Aztán a társadalmi deficitek, amelyek persze jelentősen változnak az évek során, de azért mégiscsak a demográfiai válság, kirívóan rossz egészségi állapot, sok inaktív, alacsony foglalkoztatottság, még igenis létező szegénység, külön is a szegény lázárok a fogyatékkal élők között, pláne az apró falvakban, fogyatékos szülők, fogyatékos gyereket nevelők, és rendkívül nagyon a régiók és főként a kistérségek közötti különbségek, illetőleg hát a tartós esélykülönbségek. Ezek aztán involváltak az elmúlt évtizedekben családokat érintő ellentmondásokat is. Gyermekszerető, bár csökkenő mértékben a magyar társadalom, de nagyobb részt gyermektelen. Csökken a házasság, tehát nem éppen évre értem, hogy csökken a házasságkötések száma, de tendenciájában csökken a házasságkötések száma egy házasságbarát társadalomban. Nagyvonalú a családtámogatási rendszer, itt csak a munka és a család nehézségeiről szerepel itt, de itt még nagyon sok mindennek el kéne hangoznia, hogy ezek változzanak. Mostan lopott anyagokkal fogok ékeskedni. Pár évvel ezelőtt Lukács professzor úrnak láthattuk anyagait, és én tőle fogok idézve átvenni. Kettősség jellemző a családokra vonatkozóan. Általában a kultúrában, a társadalomban csökken a család jelentősége, az egyházban viszont növekszik. Milyen viszonylókról beszélhetünk, ismételten Lukács tanár úrnak, most egy darabig az ő gondolatait szeretném idézni. Plurális lett a családmodell, hallottunk a mozaik családokról, hallottunk az egyszülős családokról, hallottunk még egyéb formákról. Már nem természetes alapegység. Három szakaszra bontotta szerzőnk a folyamatokat. A 60-as évektől több válás, megnövekvő egyszülős családok, fogamzásgátlás viszonyai, bioetikai problémák, kérdések merültek fel, illetőleg, hogy a gyermekvállalás és gyermekáldás nagyon sokszor elszakad a párkapcsolati viszonyoktól. A 80-as években Lukács atyáik, amiket bemutattak, egyneműek párkapcsolata, biogenetikai előrelépések is tulajdonképpen, majd aztán a ezred fordulótól a gender ideológia, tehát a társadalmi nem elszakítása a biológiai nemtől, mint szabad választás kérdése. Mindezek hatására az ember tárgyás irányul, személytelen árucikk divat, szinte elképzelhetetlen, hogy önök egy nyugati autó márkát, ha látnak, ne legyen mellette, és most bocsássanak meg, hogy így fogom mondani, egy pipi húsi. Persze a hölgyek is mondhatnák, hogy miért nincsen ottan adott esetben egy ilyen jobb kiállású férfi féle, adott más termékeknél, nem tudom, hogy ez most mosópor vagy mi legyen, de minden esetre ezek az individuum, illetve az egyéni érdekérvényesítés és a carpe diem világát eredményezték. Most már közeledve és közelebbre érve az egyházi viszonyokhoz, még mindig Lukács atyától átvéve, úgyhogy tulajdonképpen ő az én fő és társa előadom. A család helyzete nagyjából így leegyszerűsítve a második vatikáni zsinatig, tehát az egyház felfogása a családról, az a pater familias köré összpontosul, a házasságot a római jogból átvéve szerződésként fogja fel, és a célja az az utódnemzés. Aztán ez a zsinat hatására, a Gaudium et Spes, amit persze megint csak kellett volna mondanom, hogy olvasgassunk, és újra olvasgassunk, mert szükséges lenne,
a család teológiájának megváltozik a felfogása. Most már a párkapcsolatra, a szeretett közösségre is, nem csak az utódnemzésre kerül hangsúly. Ez szövetség, és Isten kegyelméből, és végül a szeretett közösség az elsődleges cél. Tehát változnak a viszonyok. És mindehez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy a II. Vatikáni zsinatnak újra és újra elővegyük a tanítását, hiszen olyan alapvetést adott, amelyet hosszú ideig nem is tudott feldolgozni, még a magyar egyház sem gondolkodásában. Másrészt pedig hát gondoljunk csak arra, hogy közvetlen utána megjönik a Humane Vitae, amelyik nagyon sok vihart váltott ki annak idején az egyházban. Nem a családról szóló tanítása, hanem a fogamzásgátlással kapcsolatban, ugye elsőrendűen a természetes család ciklus felfogásra alapozott, elutasítva a fogamzásgátlásnak a dolgait, teszem hozzá lelkiségi katolikus szemmel helyesen. Ezért aztán a családdal kapcsolatban változások indulnak. Ha belegondolunk, akkor a tradicionális középkori családban 7 funkciója volt a családnak. Egyszerre volt gazdasági egység, identitást adó státuszegység, gondoskodó védelmi egység, tehát az idősekről, a szabadidő együttöltésének, a nevelésnek, szocializációnak, a reprodukciónak és egyben a vallásnak a egysége volt. Ezek a funkciók elvesztek, és gyakorlatilag sajnos éppen az a baj, hogy ez a 7 funkció a mai családokban csak csökevényesen található meg. Mit mond a nagyon fontos, ugye a mostani Amoris Laetitia előtt a legfontosabb családdal foglalkozó dokumentum a Familiaris Consortio. A keresztény családnak a máig érvényesen 4 feladatát hangsúlyozza. Legyen személyek közössége, szolgálja az életet, részesedjen a társadalom fejlődéséből. Itt egy pillanatra kilépek a mondatból, vagy a mondókából. Keresztény barátaim, vegyük tudomásul, hogy kötelességünk a társadalmi életbe való részvétel. Nem bújhatunk el a templomunk falai közé, kötelességünk kiállni értékeinkért, mert különben hogyan várjuk azt el, hogy egyszer majd a Homo Cadaricusból ugye az a Homo Christianus megvalósuljon. Másrészt pedig igenis az egyház küldetéséből is vegye ki részét. Oly szépek ezek a gondolatok, az evangelizáló és evangelizált, megszentelő és megszentelt, egyben királyi feladatát is végző családról. És az ember egyszerre nem csak szubszisztencia és egzisztencia, tehát nem csak önálló és nem csak önérdekérvényesítő, hanem transzcendencia is kell, hogy jellemezze. Felelősség Isten felé, és felelősség embertársaink, és hozzáteszem önmagunk felé. Ezért a keresztény emberképünk Krisztus központú, várjuk eszkaton eljövetelét, és a Szent Háromságra épül. Most átugrok én is időhiányából 1-2 dolgot. A enciklikákról ez majd hozzáférhető lesz nyilván önöknek, de inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy a II. Vatikáni zsinat az egy nagyon nagy fordulatot hoz. Ebből a patriarchális, a katolikus család, ugye a polgári család elszakad a 19. század végén, polgári házasságkötések lesznek. Az egyháznak hosszú ideig egy harca van a keresztény házasság, katolikus házasságnak a megtartásáért. Átértékeli a nők szerepét a zsinat, és hát végül is a házassági szeretett közösséget hangsúlyozza. Aztán az alapkő, 1981-ben maga a Familiaris Consortio, ebben már oly sokunk kedvence, Szent II. János Pál, olyan szépséggel ír a családról,
hogy ma is érvényes tanítását az Amoris Laetitia mellett és előtt el kellene szintén olvasnunk. Amit kiemelek, hogy ő még természetesen nagyon sok mindent tesz, van egy rövid családjogi kárta, azt igenis azt a dokumentumot, ugye ugyanebbe az időbe születik, nagyon fontos gondolatokat tartalmaz, meg kéne ismerni. Aztán ír a családoknak, édesanyáknak, nőknek, időseknek, fiataloknak leveleket a 90-es években. Megjelent az új katekizmus, ugye abban Ratzinger bíborosként még sokat segít is, illetve hát megjelent a akkori időben a új jogi kódex is. És hát a csatlakozó módon a Magyar Katolikus Püspöki Kar közé tette a Boldogabb Családokért körlevelet. Most ugorva, hogy a végéhez érjünk, itt ismét hangsúlyozni szeretném, hogy az Evangelii Gaudium és az Amoris Laetitiát együtt kezeljük, mindig együtt próbáljuk egymáshoz képest és egymással összefüggésben értelmezni. Illetve ott van a Mitis Iudex, az a, hogy is talán szelíd bíró, ha jól próbálom magyarabbul. Ugye ez már a elváltak kérdésében, vagy a válás kérdésében egy ilyen változást hozott, elég sok vihart is váltott ki vele Ferenc pápa, és hát végül is aztán ott volt a szinódus, amelynek rendkívüli és rendes 14-15-ös évi anyagait látjuk. Mivel magam csak a kultúra és a társadalom felől közelíthetek joggal persze a témához, ezért kiemeltem egy-egy pár gondolatot a folyamatból. Az Evangelii Gaudiumnak a második fejezete, amely a jelen világgal foglalkozik, az egyértelműsíti, hogy a kulturális válság ellenére a család minden társadalmi közösségnek az alapja, törékeny, de igenis a házasság biztosíthatja az érzelmi elégedettséget, a gyermekáldást és a teljes életközösséget. Aztán itt van a előbb is bemutatott római dokumentum, a püspöki szinódus. Ennek is elsősorban az első rész első fejezete foglalkozik azzal a területtel, ami nekem lehetőségem, a család és az antropológiai kulturális környezet viszonyaival. Felemlíti a problémák között az individualizációt, hangsúlyozza ugyanakkor a keresztény hit erős élő valóságát, az identitásvesztésről szól, a változó nemi identitásról, a társadalmi konfliktusok veszélyeztető helyzetéről, és hát külön is gondosságot igényelnek az özvegység, az utolsó életszakasz, a gyász, a nem házas személyek, az elvándorlók, menekültek, gyermekek, nők, férfiak közül, és a fiatalok közül sokan. Ferenc pápa pedig ebben a Evangélium Öröme című munkájában, amelyet a szinódus ajánlásainak kiteljesítéseként fogalmaz meg, felsorolja mindazokat, amelyek a mai kort, és amelyekről hivatkozva én is próbáltam meg egy pár dolgot bemutatni. Az antropológiai és kulturális változások együtt jártak a birtoklás és az élvezet individualizáció világával, sokszor félreértelmezett szabadsággal találkozunk. Ugyanakkor a Szent Atya egy nagyon fontos feladatnak tartja, hogy érdemileg és ne a tekintély oldaláról közelítsünk a család problémákhoz, és hát elsősorban egy pár csomópont az, amikről a szinódus és az említett dokumentumok még elgondolkoznak. Ezek a következők. Mely problémák ezek? Az újraházasodottak kérdése. Hogyan kezelje az egyház, hogyan viszonyuljon, legyen-e ebben változás? Alapvetően nyilván nem lehet, hiszen a krisztusi tanításból kell kiindulnia, de hogy nagyobb figyelmet kell rájuk fordítani, és hogy
az egyházba integrált szerves módon kell hozzájuk viszonyulnunk, az nyilvánvaló. Foglalkozik a genderizmus kérdésével, kiemeltem még, hogy kiemeljek, illetve a homoszexualitás kérdésével. A genderizmust talán úgy fogalmaznék, alapvetően a leginkább az egyházétól eltérő és annak a felfogását veszélyeztető logikának gondolja. És végül a különböző problémákkal küzdő családok lehetne itt most a hazai magyar valóságra, és Péter professzor úr gondolataira visszautalnom, az egyszülős családok, vagy éppen a mozaik családoknak a ügyére koncentrálnunk. Magam még egyetlen egy dolgot, amely nem a levetített dolgoknak a viszonya, hadd mondjak el. Hosszú évek óta küzdöttünk páran a népesedési kerekasztalban, hogy a családéletre nevelésnek, itt van valahol Hortobágyi Ági és még páran barátok, hogy a családéletre nevelés, a párkapcsolati kultúra fejlesztése megvalósuljon. A Károli Egyetemen akkreditált tanártovábbképzés tankönyvét elkészítettük, de valahogy nem sikerült áttörést elérni, mert a tanárok, akik ezt tanították, azoknak továbbképzés nem volt, tehát akik a Nemzeti Alaptanterv alapján felmenő rendszerben oktatják, azok nem részesültek ilyen képzésben. Valahogy ugye engem toltak előre, hogy te voltál akkor még főigazgató, legyél szíves, járt ki nekünk, hogy ebben előrelépés legyen. Mire Cunyinéval megbeszéltem, addigra leváltották. Mire Klinkhammer professzor úrral megbeszéltem, addigra leváltották. Nem voltam egy szerencsés ember. Végül megtaláltam két kulcsfigurát, a helyettes államtitkár urat, meg az oktatási hivatal elnök helyettesét, és nem azért, mert ők nem támogatták volna, hanem nem volt lehetőség. Tehát nehogy félreértse valaki, aki oktatási területen dolgozik. Én nem szegény Bert Talaj Juditot vagy a Klinkhammer tanár urat kívántam ezzel, hanem nem adatott meg, volt ezer egy más problémájuk, az elmúlt évek pedagógus problémái, amik eléggé lekötötték őket. Én tehát most azt mondhatom el, és ez a novum, hogy a tanárok továbbképzését a Családbarát Ország projekt keretében 1000 pedagógusnak a tanár továbbképzését meg fogjuk tudni oldani, ami azért, ha nem is annyi, amennyit szeretnénk, hiszen gondoljuk meg, hogy 3100 általános iskola van, és ugyanennyi valahol a középiskolák összesített száma. Mégis most már végre az egyik legfontosabb kérdés, hogy a családéletre nevelés az továbbképzett tanárok számára megvalósuljon. Tehát 1000 pedagógus a jövő évben a pedagógiai oktató központokon keresztül fog megvalósulni. Először kiképezzük a képzőket, és utána ők a oktatóközpontokban a tanárokat. Másrészt a felsőoktatásban a felnövekvő vagy most tanuló pedagógusok számára a családi életre nevelés kötelező, ilyen választható, tehát a, hogy mondjam, az általánosan kötelező tárgyak közül egy választható stúdiumként integrálódni fog a pedagógus képző intézményekben az oktatásba. Ez sem volt számos helyen. És hát nem utolsó sorban egy folyamatos munkában leendő népesedési kerekasztal folytatásaként most már a családpolitikai államtitkárság vállalta, és az oktatási, hogy a szülők akadémiája, hiszen generációk számára is kimaradt a családéletre nevelés, ezért szülők akadémiáit is elkezdtük tervezni, mert nem elég a felnövekvő generációk számára, hogy ilyen stúdiumokat ismerjenek meg, hanem szükség lenne azoknak a szülőknek is ilyen ismeretekre, akik gyerekeiről szó van. Én ezeket azért mondtam el és hangsúlyozom, mert szeretném Spéder Zsolt barátomnak a gondolatát kihangsúlyozni. Akármit tesz a családpolitika, jó szándék és akarat szükséges, minden ma megtett lépés fontos, de csak
hosszú távon csökkenthető a népességfogyás, nem visszafordítható könnyen, talán, de erről inkább én most nem szólnék, nem a pesszimizmus lenne most a üzenet lényege, viszont a családpolitika vagy a családtámogatási rendszer önmagában nem fogja a kérdést megoldani. Persze nem hiszem azt se, hogy a család élete nevelés, de ha nem lesz családbarát közgondolkodás Magyarországon, akkor semmi nem fog megoldódni. És végső üzenetként még azt hangsúlyoznám, hogy Európa múltja az igenis a jövője is, mert vagy keresztény lesz ez az Európa, vagy nem is lesz. Ebben ennek az egyesületnek nekünk fontos szerepünk kell, hogy legyen. Vállaljuk az értékeinket, álljunk ki érte, és küzdjük meg azért, hogy ne, hogy hívták őt, mi csak Conchita, vagy hogy hívták azt a sajátos transzvesztitát, ne haragudjanak. Őt fogadta az Európai Unió meg az ENSZ főtitkára. Én jobban örülnék, hogyha a katolikus család egyesületeknek a vezetőit fogadnák, Európa vezetői, és nem a Conchitákat. Hát legyen is így, kívánok önöknek tartalmas, nagyon szép kongresszust, és köszönöm, hogy meghallgattak.